George Sabados uten tvil den mest eksperimenterende jazzmusiker i ungarsk sammenheng. Noen av hans komposisjoner kan kalles samtidsmusikk i høyere grad enn jazz. Han fikk første pris på jazzfestivalen i San Sebastian i Spania. Han fikk dessuten Franz Liszt-prisen i 1983. Han lege av yrke. Kibontakozásod arra időre esett, amikor a jazzt mellőzték. Hogyan tudtál fejlődni, és mi a jazz helyzet a Magyarországon? Őszintén mondom, hogy nem zavart lényegesen az, hogy nem nagyon jutottam szereplési lehetőségekhez. Ez nem befolyásolta azt a munkát, amit én magam otthon és a zenei közérzetem vonatkozásában csináltam és folytattam. Most az egy más kérdés, hogy egy bizonyos törvényszerűségek rejlenek ebbe, hogy egy bizonyos visszafolytottság után azért előbb-utóbb a gőz szétfeszíti
az a helyet utat talál saját magának. Az, hogy egyáltalán szerepelni tudok, az javarészt annak köszönhető, hogy magán meghívásoknak tettem eleget Budapesten kívüli városokban, egyetemeken, és végül is a közönség igénye volt az én szerepeltetésemnek, illetve az én körömnek, mert ez több muzsikusból áll ez a társaság, akikkel dolgozom, e körnek a szerepeltetéséhez vezetett. Hát ebből elég világosan látszik a magyarországi jazznek a helyzete. Hosszú időn keresztül kizárt volt. A jazz, mint másodrendű zenei és szellemi jelenség volt jelen Magyarországon, és azok, akik ezt másként látták, akik mint ennek a század végnek egy progresszív tüneteként, egy új nyitásként fogták fel, és magasrendű szellemi munkaként, azok az emberek bizonyos fokig a perifériára szorultak. Hát, hogy ez végül is meddig tart, és hogy én optimista vagyok most már, mert minden vonulat más irányt vett itt Magyarországon is, és ennek is egyre nagyobb a tere. Meglehetősen populáris
a magyar jazz élet. A magyar közönség nyitott, de nem elég felkészült. Tehát érzelmileg az élmény befogadására hajlandos és hajlandó, de zeneileg nem elég felkészült, aminek az az oka, hogy nincs rutinja, nincs beavatottsága. Miután itt születtem, itt élek, a mi zenei anyanyelvünkből találtam a legtermészetesebbnek kiindulni. Már csak azért is, mert én a zenét nem szórakozásnak tartom, hanem egy szolgálatnak. Így nyilvánvaló, hogy a saját világunk zenéjével foglalkozom elsősorban úgy, hogy a nagyvilág zenéje is, annak hatása is ebben megnyilvánuljon. Hát az alap a magyar népzene. De, ami hát sokfelé vezet, és ami gazdagságánál és sok dimenziójú voltánál fogva sokfelé köt. Valójában az énekes zenéből indultam el, főleg azért, mert az énekes zenét jellemzi elsősorban a rubátó, parlandó rubátó, ami a magyar népzenének egy legjellegzetesebb tulajdonsága. És ez azért érdekes, mivel az afroamerikai ritmikát, ami egy meglehetősen exakt ritmus, nehéz volt az exakt magyar ritmikával összehozni. Na most ezért a parlandó rubátóra helyezkedtem, mint alapra, és így alakult ki élményszerűen egy bizonyos ritmika bennem. Kicsit Bartók is érződik benne, egyetért ezzel? Hát az természetes, én szerintem Bartók az semmilyen szempontból és semmilyen oldalról, vagy zenei és világnézeti aspektusból sem megkerülhető ma a világban.